Sok szeretettel köszöntelek titeket, örülök, hogy itt vagytok, hogy együtt vagyunk. Bár sokan hiányoznak, de nem baj, az Úr itt van, ő a lényeg, halleluja. Héten felhívtam Rebekát, a tesómat, hogy valamiket megbeszéljünk, és a kicsi Debó, mind ott mondta Rebinek, hogy akar velem beszélni. És nagy fontos hírt akart velem közölni, hogy ő készül Gyéresre, és vonattal megy egyedül. Persze nevettem, meg kacagtam, tudjátok, hát ilyen kis töpörtyű, és Gyéres az meg nagyon messze van, és a nevetségesnek tűnik, de tudjátok, hogy felvidítja a szívemet, néha így eszembe jut a héten, hogy néha így nézünk ki mi is lehet, hogy ilyen picik vagyunk, meg hasonló, és csak tudjuk, hogy Gyéresre akarunk menni, tehát tudjuk, hogy haza akarunk menni, és van egy célpont, és hogy ez az út miben is fog állni, meg hogy fog állni, ez olyan kérdőjeles, meg nem igazán tudjuk, de és néha ilyen ijesztőnek néz ki, hogy én kicsi egyedül, hogy fogom ezt az utat megtenni, de az öröm hír, és ami az én szívemet bátorítja, hogy nem egyedül megyek. Lehet néha szeretnék, tudjátok, hogy van, hogy mint Debora, és mikor megharagszik, akkor megy haza, tehát akkor ő megy valahova. Tehát, hogy néha mi is így vagyunk, hogy szeretnénk egyedül menni, de Isten nem engedi el a kezünket, és a mi feladatunk, hogy megragaszkodjunk hozzá, és lehet, hogy távolinik tűnik a cél, hogy is kell oda eljutni, de ő elvezet, az ő vonatján jó utazni, úgyhogy ez az én szívem bátorítása, hogy a mai nap is az ő ígéje töltse meg a mi szívünket, adjon bátorítást, hogy tudjuk tenni a lépéseket vele együtt, és éljük meg azt az életet, amit ő szán nekünk, és amit ő tervezett a számunkra. Nagyon szép igerészt hoztam, nagyon tanulságos igerészt hoztam, és remélem, hogy fogtok neki örülni. A Lukács evangéliumából szeretném felolvasni a 12-es részből, a 13-as verstől kezdődően. Ekkor így szólt hozzá Jézushoz valaki a sokasságból: Mester, mondd meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökségét. De ő így válaszolt: Ember, ki tett engem bíróvá vagy osztóvá köztetek? Azután ezt mondta nekik: Vigyázzatok, és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben él is valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg. Aztán példázatot mondott nekik: egy gazdag embernek bő termést hozott a földje. Ekkor így gondolkozott magában: mit tegyek? Nincs hova betakarítanom a termésemet. Majd így szólt: ezt teszem. Lebontom a csüreimet, nagyobbakat építek, oda takarítom be minden gabonámat és javamat. És ezt mondom a lelkemnek: én lelkem, sok javad van, sok évre félretéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál. Isten azonban ezt mondta neki: bolond, még az éjjel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál. Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag. Amen. Bár lehet az ige felolvasása után kicsit úgy vagytok, hogy tudom kb. Miről lesz szó. Figyelj, nem szeretnék gazdagságról beszélni, hogyan kell a pénzügyeinket rendezzük, szervezzük. Erről van könyv, hogyan kell ezt a megfelelő elvek alapján tenni és végezni, hogy Istennek az tetsző legyen. Nem szeretnék senkit meggyőzni, hogy adja el mindenét, és menjen misszionárusnak, vagy tegyen hasonló dolgokat, de nagyon szeretném azt, hogy Isten igéje leplezzen le dolgokat az életünkben, akár vágyakat, vagy hiába való cselekedeteket, amik meggátolnak minket abban, amit mondtam az elején, hogy megéljük azt az életet, amire Isten kihívott a sötétségből és nyomorúságból. És kicsit előbbre olvasva, bár azt nektek nem olvastam fel, de engem nagyon elgondolkoztatott. Jézus egy óriási tömeg előtt áll, és ez is így megragadta a szívemet, mert akkor a tömeg megszámlálhatatlan sokasság gyűlt össze, ezt írja Istennek az ígéje, úgyhogy majdnem letaposták egymást. Tehát egy ilyen tömeg követi Jézust, és Jézus beszél hozzájuk. És lehet, hogy pillanatonként a tanítványokhoz beszél, de ott van egy nagy sokasság. Ez egy kiváltság, bárki, aki ott most gondoljátok el, nem én beszélnék, hanem itt állna Jézus, és akkor nektek az a kiváltságban van részetek, hogy hallhatjátok Jézust így élőben beszélni. És ott van ez az ember. Fú, hát én nem tudom, de én ledöbbentem. Tehát ott van ez az ember,
ezzel a kiváltságos helyzettel, és mit mond, ahelyett, hogy feltegyen valami okos kérdést, vagy intelligens kérdést, azt mondja, mester, mondd meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökségét. Nevetséges egy kicsit, nem? De picit próbáljuk belegondolni magunkat. Itt ültök ti. Itt van Jézus a színpadon. Készül tanítani. Lehet, hogy még egy pillanatig a tanítványaikhoz beszél. És neked lehetőséged van bekiáltani egy nagyszerű kérdést, vagy egy valamit, ami ugye a szíveden van, és fú, éljél ezzel a... Vagy egyesetet csak halljad beszélni Jézust, és neked mi jár a fejedbe, vagy ennek az embernek mi jár? Mester, hát mondd meg! Hát mondd meg az én testvéremnek, hogy ossza meg az örökségét velem. Kicsit olyan, nem furcsa vagy nektek, ez így nem, ti nem ezt csináltátok volna. Őszinte volt. Őszinte volt, ami, és ezen gondolkoztam el én is, és úgy döbbentette meg a szívemet, hogy leleplezi, hogy mi volt ember, ennek az embernek a szívébe. És elgondolkozok sokszor, hogy akármikor Isten tiszteleten vagyunk, hangzik Istennek az igéje, mi jár a te szívedben, vagy a te gondolataidban. Lehet, hogy Jézus akart beszélni, de ezt az embert, az ő problémája, az ő nyomorúsága foglalkoztat. Figyelj, van egy örökség, amiből én is szeretnék részesülni, vagy bármi, ami a szívén van. És úgy elgondolkoztam, hogy hányszor, meg hányszor vagyunk néha mi is ilyen esetben, hogy halljuk is, itt vagyunk Isten tiszteleten, hallhatjuk Istennek a beszédét, de minket valami más foglalkoztat. Valami, ami nagyon aktuális, valami, ami nagyon nagy probléma. És ez gátként sokszor ott van, hogy meghalljuk Istennek a szavát hozzánk, az ő beszédét hozzánk, és elmegyünk ilyen lehetőség mellett. Mert engem most pont az érdekel mindest a férfit, hogy a testvérem ossza meg velem az örökségét. És Jézus válaszol, és példázatot mond ennek az embernek. És ezen a példázaton is nagyon elgondolkoztam. Van egy gazdag ember, akinek lesz egy bő termése, és gondolkozik, hogy mit tegyen. És azt mondja, nem baj, lebontom, ami van, építek egy nagyobbat, hogy beleférjen. És utána mit mond? Ezt mondom a lelkemnek, én lelkem, sok javad van, sok évre félretéve, pihenjél, egyél, igyál, vigadozzál. És már is felszusszantam, nem tudom, hogy ti hogy vagytok, de valahogy úgy az volt, hogy én ilyet biztos soha nem mondok, meg nem mondhatok, hogy mindened megvan egyél, így még mindig Matist vezetek, vagy már nem, mert nincs vadizom. Tehát, hogy engem ez a veszély nem fenyeget, hogy ilyet mondjak a lelkemnek, hogy lelkem, majd csak így áll, egyél, és erről szóljon az életed. Engem ez a veszély nem fenyeget. De vajon én mit mondok a lelkemnek, akár a mai reggel, vagy holnap reggel, amikor felkelek? Lelkem, menjél dolgozni, sokat, hogy el tudjad tartani a családodat, hogy ki tudjad fizetni a számládat. Lelkem, szegény fejed, beteg vagy, sajnáljad egy kicsit magad. Lelkem, egyedül vagy, mennyi mindenről lemaradsz, és a többi. De mit mondasz a lelkednek? Mert néha nem azt mondjuk, hogy lelkem áld az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Néha nem erre bátorítjuk magunkat a hétköznapokba. Hogy lelkem áld az Urat, a te hatalmas Istenedet. Hanem mondjuk mi a mi lelkünknek a magáét, vagy a magunkét. Hogy lelkem panaszkodjál, mert milyen nehéz a helyzeted. Egy csomó gondolat, hasonló beszéd, ami ott van a szívünkbe. Mert most ez fontos, mert most ezt éget, ez fáj, ez nincs, ez zavar, és enélkül nem lehet élni. Héten láttam egy videót, és mutattam a fiataloknak is, és egy kép nagyon megragadta a szívemet. Egy férfi sétált a temetőbe. Ennek a videónak az volt a címe, hogy eltemetett kincsek. És sétál a temetőbe, és közben mondja, hány el nem mondott prédikáció, hány meg nem írt dicséret. És tovább gondoltam, hány talentum, ami el volt temetve. Miért?
mert embereknek valami fontosabb volt, mint az, amit Isten tervezett az ő életükre. Fontosabb volt egy nagyobb csűrnek a megépítése, fontosabb volt egy karriernek a megépítése, diplomáknak a megszerzése, családnak az alapítása, ami önmagában nem rossz, de fontosabb, mint az, amit Isten eltervezett. És hány kincs van eltemetve. És megragadott ez a kép, mert olyan kicsit morbid. Oké, persze nem ott vannak a sírba. De maga, amiről szól, hány eltemetett kincs, hány eltemetett talentum, hány meg nem élt élet. És nem az az élet, amire mi gondolunk, hanem az élet, amire Isten elhívott téged is és engem is. Hány eltemetett élet. És mondtam a fiataloknak pénteken, bátorítottam őket, most tedd rá a te lábadat az Úrnak az útjára, és engedd, hogy kibontakoztass az ő jó tervét az életedben. Ne teljen el 20-30 év, hogy rájöjjön, hogy minden, amit tettél, hiába való volt. Mert semmi értéke nincs, mert nem tudod magaddal vinni. Mi lesz azzal a sok mindennel, amit felhalmoztál? Mi lesz vele? Az a sok megfogható dolog, amit sokszor összegyűjtünk. És lehet, hogy nem fizikai, hanem csak úgy, elménkbe, szívünkbe. És elmegyünk amellett, amit Isten készít a számunkra. És azt mondja, Isten azonban ezt mondta neki, bolond, még az éjjel elkérik tőled a lelkedet. Kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál? Még ma éjjel. És találtam egy zsoltárt, és elgondolkoztam vívódó léleknek a panasza Dávid zsoltára. Add tudtomra, Uram, életem végét, meddig tart napjaim sora? Hadd tudjam meg, milyen múlandó vagyok. Íme arasznyivá tetted napjaimat, életem ideje semmiség előtted, mint egy lehellet annyit ér minden ember, aki él. Árnyékként jár kell itt az ember, bizony hiába vesződik, gyűjtöget, de nem tudja, ki fogja hasznát venni. Így hát mit várhatok, Uram? Egyedül benned reménykedek. Ez a 39. zsoltár. Mullandó. Múlt héten beszélt Zoli erről, és bátorított minket, hogy milyen rövid az embernek az élete. Nem egy örökké valóságig vagyunk itt. Mint mondom, hogy majd holnap megteszem, amit az Úr kér. Majd jövő évben, amikor egy picit aktuálisabb lesz. Mert most más valami van, ami fontosabb. És ezt mondta Isten is ennek a bolondnak, még az éjjel elkérik tőled. Még az éjjel. Nem tudjuk, hogy Isten hány napot számol nekünk. De vajon azokat a napokat hogyan akarom megélni? És nem tudom, ti hogy vagytok, de én örülök, hogy Istennek van terve. Isten életre hívott el. És lehet, hogy nem tudom, hogy mi az. De jó! Mert Isten jó! Mert Isten jó! És a Filippi 2:16-17, nagyon szeretem, Pálnak a szívét. Miért dobog az ő szíve? Azt mondja, ezzel dicsekszem majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, és nem fáradtam hiába. Sőt, ha ital áldozatul kiöntetem is a hitetekért bemutatott áldozatban és szolgálatban, örülök, és együtt örülök mindnyájatokkal, de ugyanígy örüljetek ti is, és örüljetek velem együtt. Ezzel dicsekszem, hogy nem futottam hiába, és nem fáradtam hiába. Az ember fárad így is, úgy is. Vagy a te munkádba és a saját céljaidnak és terveidnek a megvalósításába. Vagy fáradozol Istennek a munkájába, Istennek a tervébe. És én ezzel fogok dicsekedni, mondja Pál. És hogy a ital áldozatul kiöntetem is a hitetekért, örülök! Tetszett ez a szó, hogy kiöntetem. Mert sokszor, ha kívülről megnézi az ember egy olyan embernek az életét, aki elkötelezte magát Isten mellett, azt mondja, fú,
Hát ez milyen élet? Egy csomó mindenről le kellett mondjon. Mennyi lehetőség mellett elmegy? Mert hallgat egy láthatatlan Istennek a parancsára. Kívülről néha így néz ki. Így néznek ránk a munkatársa. Fú, haj, te elkötel. Milyen életet élsz? Mennyi mindent nem szabad megtegyél? Mennyi mindenről le kell mondjál? És Pál azt mondja, örömmel, ha kiöntöm az életemet, örömmel, mert ez kiváltság. Mert ez kiváltság. Mert nekem odaszánni az életemet nem veszteség, hanem nyereség. Igen, lehet az álmaimról és terveimről lemondok, de egy jobbat kapok. Egy sokkal jobbat kapok. És emlékszem, jó pár évvel ezelőtt ott ültem az irodában. És volt egy dal, amit nagyon szerettem, és nagyon sokat hallgattam, és csak azért most így felelevenedett, mert ahogy jöttünk reggel Isten tiszteletre édesapámnak az autójába, pont ez a dal ment. És eszembe jutottak a pillanatok. Ott ültem az irodába, és hallgattam. És ez az ének arról szólt, hogy gyere velem, van tervem veled. Lehet, hogy ilyen vadnak néz ki, nagyon jó lesz, és tele lesz velem. Erről szólt. Full of me. Velem. És megkértem Orsikát, hogy amúgy is, mikor irodában vagy, akkor nagyon sokszor bögre ott van melletted, és megkértem, hogy csinálja meg nekem ezt a bögrét, és írja fel ezt a mondatot, hogy lehet kávét készítek, lehet, hogy jogászokkal veszekedek, lehet, hogy papírokat írok alá, de ne felejtsem el, hogy az Úrnak terve van, és az ő terve nagyon jó, és ami a legjobb benne, hogy tele lesz vele, vele, a te céljaidban nem lesz benne, a te terveidben nem lesz benne, de az ő tervében ott van, teljesen. És azt mondtam, hogy akarom nézni minden nap, miközben ezeket a hétköznapi dolgokat teszem, hogy ne felejtsem el, hogy mi a lényeg, hogy miért vagyok itt, hogy miért hívott el. És állás vagyok, hogy már nem kell nézzem a bögrét, mert ott van a szívembe, hogy Istennek a terve jó. Hogy Istennek a terve jó, és elhívtál, énekeljük ezt az éneket, elhívtál, hogy vízre lépjek, elhív Isten, és nem fizikálisan lehet, nem kell kimenjél, nem tudom, hogy elhívja a szívedet, onnan, ahova most bele van gyökerezve, elhívja a szívedet, ne a csűröknél legyen, ne a diplomáknál legyen, nem tudom, milyen kapcsolatokban legyen a te szíved, legyen a szíved nálam, elhívom a szívedet abból a sötétségből, vagy abból a vágyakból, ahol meg van gyökerezve. Elhívom a szívedet. Elhívom a szívedet. Mert nekem valami jobb van. És sokszor ezért nem akarjuk, mert nem tudjuk, hogy mi az a jó. Mindegy, hogy milyen, mert jó. És az Úrtól van. Az Úrtól van. És egy dolog volt még a szívemen. Még egy videót megnézettem a fiatalokkal, egy kis fiatal tornász lányról szólt, és feltettem nekik a videót, és nem magyaráztam az elején semmit, csak a végén magyaráztam meg. Ez a kis tornász lány, így kezdődik, átlagos tornász volt, és eltöri itt a gerincénél valamelyik csigóját, de annyira akar aranyérmet nyerni, annyira akar jó tornász lenni, hogy ez sem állítja meg, felépül is, egyre csak edz, és egyre csak csinálja, és hasonló, tehát jó, kemény, hosszú folyamat, és eljut az olimpiára. És van ez a zugrás, ez a, nem tudom... Tessék? Lógrás? És akkor neki szalad ez a kislány, és két próbálkozás szokott lenni, tehát az elsőnek neki szalad, ugrik, és amikor leugrik, akkor a bokájánál a szallag elszakad. És akkor, tudjátok, amikor ott van már közel az álmához, már nagyon, majdnem az aranyérem ott van a kezébe, elszakad, és egyszerűen, mint hogyha minden összeesik. És akkor oda megy hozzá az edzője, és bátorítja, és azt mondja,
meg tudod csinálni. És a kislány még egyszer neki megy a szaladásnak szakadt bokával, megugrodja, és a csapat nyer, és aranyérmesek lesznek. És úgy kérdeztem a fiatalokat, hogy na, mi az, ami úgy lejött belőle? És azt mondtam nekik, hogy én egy pozitívumot láttam ebbe a videóban. Egyszerűen ez a kitartás, ami ebbe a kislányba volt lenyűgöző. Tehát egyszerűen törés és szakadással, amiken átmegy, hogy az álmát elérje. És a videó így végződött, hogy az álmaidért tegyél meg mindent, és meg tudod csinálni. És ez volt, ami úgy elgondolkoztatott engem, hogy bárcsak, én, aki azt mondom, hogy Krisztusé vagyok, tudnám ezt mondani, hogy az álmomért, és nem az enyém, mert az Úrnak a tervéért, az Úrnak az álmáért mindent megteszek. És bátorítja az edző a kislányt, hogy you can do it. I can do it. Egyedül nem tudom megtenni. Ez az nem arra volt megtervezve, hogy egyedül megcsináljam, hanem vele. Az ő terve csak vele működik. Az ő álma csak vele működik. És elgondolkoztam, vajon te meg én tudok-e ilyen kitartó lenni, ha törik, ha szakad, végigcsinálom. Ha törik, ha szakad, végigcsinálom. Mi, akik nem földi kincsekért szaladgálunk, nem földi aranyakért és elismerésért, tudok-e ilyen elkötelezett szívvel odaállni és azt mondani, Uram, ha törik, ha szakad, végigcsinálom. Oda szánom az életemet, ha törik, ha szakad. Oda szánom a szívemet, ha törik, ha szakad. És veled végigcsinálom. Tudod te ma ezt így elmondani, vagy tudom-e én ezt így elmondani? Hogy az életemet oda szántam, és végigcsinálom. Nem nézek se balra, se jobbra. És ez az én szívem bátorítása, hogy elemezzük, nézzük meg, mi van a szívünkben. Hol van a mi szívünk, hol van a mi kincsünk. Miket építünk a hétköznapokba. Együnk, ígyunk, aludjunk, és minden jó. Aztán majd ki tudja, hogy lesz ezután. Vagy egyszerűen tudom az én szememet azon tartani, hogy Istennek terve van az életemmel, és nem lesz hiába való az én futásom, és nem lesz hiába való az én fáradozásom, mert teszem azt, amire Isten elhívott. És kívánom, hogy ne legyen hiába való életünk. Gyűjtsük a kincseket a mennybe. Gyűjtsük a kincseket a mennybe. És ha majd oda jutunk, tudja az Úr azt mondani, hogy jól van, jó és hű szolgám. A kicsin hű voltál, sokra bízlak téged, gyere be az ünnepi vacsorára. Mert aki elássa a talentumát, jaj annak. Nem tudom, hogy Isten beléd mit helyezett, vagy milyen terve van, nem tudom megmondani, de ő tudja. És az egy óriási kincs. Ne temessük el. Ne temessük el, engedjük, hogy kibontakozzon Istennek a jó terve. Legyetek áldottak. Amen.